Aulik Lajos, pozsonyi, magyarországi születésű, 57 éves római katolikus nőtlen, utoljára a Sándor cárról elnevezett gyalogezred, alezredese. Török Ignác, gödöllői, Pest megyei, magyarországi születésű, 54 éves katolikus nőtlen, a császári és királyi hadmérnök testület ezredese, utoljára Komáromvár erődítési előadója. Láner György, nyitrai, Nyitra megyei születésű, 53 éves katolikus nős, egy gyermek atya, utoljára őrnagy és a gróf Gyulai Ferencről elnevezett gyalogezred, harmadik zászlóaljának parancsnoka. Svejdl József, zombori, Bács megyei születésű, 53 éves katolikus nős, öt gyermek atya, utoljára őrnagy, a Sándor cárról elnevezett huszárezredben. Lovag Pöltenbergi Pölt Ernő, bécsi, ausztriai születésű, 35 éves katolikus nős, három gyermek atya, utoljára kapitány és századparancsnok a Sándor cárról elnevezett huszárezredben. Nagy Sándor József, nagyváradi, Bihar megyei születésű, 45 éves katolikus nőtlen, utoljára kapitány és századparancsnok az 5. huszárezrednél. 1847 óta nyugdíjban. Knézics Károly, Relikega Jováci születésű, a Varasdi Szentgyörgy határőrezett területére illetékes, 41 éves katolikus nős, két gyermek atya, utoljára százados, a porosz trónörökös nevét viselő 34. gyalogezredben. Gróf Leiningen Westerburg Károly, Illenstedt, hesseni nagyhercegségi születésű, 30 éves katolikus nős, utoljára százados, a gróf Leiningen nevet viselő gyalogezredben. Dezsőfi Arisztides Csákóczi, Abaúj megyei születésű, 47 éves evangélikus nős, kapitány és századparancsnok a gróf Radecki huszároknál, 1839 óta nyugállományban. Damjanics János társai, a második határőrezett területére illetékes születésű, 45 éves görög-keleti vallású nős, utoljára százados és a 61. gyalogezred gránátos századának parancsnoka. Lázár Vilmos nagybecskereki, bánáti születésű katolikus nős, három gyermek atya, 1843-ban a 34. gyalogezred állományából hadnagyi rendfokozattal nyugdíj nélkül kilépett. Elleméri és ittebei kisernő temesvári, bánáti születésű, 49 éves gyermektelen özvegy, utoljára ezredes és a Hannover huszárezred parancsnoka, a pápai Krisztusrend lovagja. Gróf Vécsei Károly pesti, magyarországi születésű, 42 éves katolikus nős, utoljára őrnagy, a Hannover huszárezredben császári királyi kamarás. Fent nevezett vádlottak a magyar felkelő hadsereg soraiban részt véve, a felkelő kormánytól elfogadták tábornoki kinevezésüket, valamint a felkelés ügyének tett szolgálataik jutalmául a felkelő kormány által alapított katonai érdemrendet. A törvényes császár és király csapatai ellen harcoltak, és kivívni igyekeztek a debreceni országgyűlés folyóévi április 14-én kelt azon határozatát, amely kimondja Magyarország elszakadását a monarchiától, és száműzi a legfelsőbb uralkodó családot. Felségárulás büntettében bűnösnek mondatnak ki az 5. hadicikkely és a katonai büntető törvénykönyv 61. szakasza, továbbá az 1848. október 3-i, 20-i, november 6-ai, november 12-i és 1849. július 1-i legfelsőbb manifestum és proklamációk alapján. Ezért a császári hadseregben viselt rendfokozatuktól, rendjeleiktől való megfosztás, illetőleg nyugdíjigényük elvesztése mellett összes előtalálható és elő nem található vagyonuk elkobzásával egyidejűleg kötél általi halálra.